Szeretettel köszöntelek titeket! Nagyon sok kérdést, levelet kaptam az ismerkedés témakörében, tehát hogy hogyan lehet jól oda menni, oda lépni valakihez, hogy lehet megszólítani, hogy lehet egy kapcsolatot fölépíteni, mi lehet az ok annak, hogy valakivel elindul egy beszélgetés, és aztán eltűnik az életetekből. Tehát azt gondolom, hogy fontos erről egy picit beszélni. Most leginkább azért arról a fázisról ejtenék pár szót, amikor még csak meg kell szólítani, valahogy a másik közelébe kell férkőzni, mert talán ez volt a hangsúlyosabb a kérdéseknél. Ugye ebben az esetben ezzel nagyon sokat foglalkoztam, hogy az ilyen szituációkban általában nagyon megemelkedik a szorongásunk azzal kapcsolatban, hogy vajon hogy fog elsülni az a helyzet, milyen reakciókra számíthatunk. Egyébként majdnem minden ismeretlen helyzetben úgy keressük a biztonságot, vagy úgy próbáljuk magunk számára egy kicsit kiszámíthatóbbá tenni a helyzetet, hogyha elképzelünk lehetséges verziókat arra vonatkozóan, hogy mégis a másik majd mit fog válaszolni, ha ezt mondom, akkor valószínűleg ő azt mondja erre, vagy hogyha ezzel próbálkozom, akkor valószínűleg mondjuk elutasít, vagy pedig valószínűleg nyitott lesz rám. Ugye az, hogy mit gondolunk arról, hogy mit fog tenni a másik, eldönti, hogy mennyire nagy az önbizalmunk. Tehát magyarul az az ember, aki azt gondolja, hogy ha én odalépek valakihez, akkor valószínűleg elalél tőlem, az nagy magabiztossággal fog odalépni, mert úgy gondolja, hogy legnagyobb eséllyel sikere lesz. Az az ember, aki azt képzeli el, hogy ha én próbálkozom valakinél, valószínűleg visszautasítanak, ő pedig remegő lábakkal fog odalépni bárkihez, hiszen eleve a kudarcra készül fel. Ugye azt kiszámítani, hogy ki mit fog mondani, nyilvánvalóan nem tudjuk, és annak ellenére, hogy nem tudjuk, mégis tudni véljük. Ezt arra szeretném csak mondani, hogy a legtöbb ilyen szorongást keltő helyzetben, ha megkérdezem az embereket, hogy miért nem mész oda, mi az, amitől kifejezetten tartasz, akkor elmondják a lehetséges válaszokat, pedig a józan eszükkel ők is tudják, hogy fogalmuk nem lehet arról, hogy mi van a másik ember fejében, lelkében, hogy mi lesz a konkrét reakció, hiszen honnan tudnánk. Nagyon sokszor még a párunk reakcióját sem tudjuk kiszámítani, nemhogy egy ismeretlen emberét. Viszont ez a fajta sejtés, fantázia, félelem, amit így oda vetítünk a helyzetbe, az viszont eldönti azt, hogy mi hogy tudunk viselkedni. Tehát mielőtt még megtudnánk, hogy a másik egyáltalán nyitott-e ránk, mi már rég eldöntöttük, hogy mondjuk nagy eséllyel nem. És hogyha eldöntöttük, hogy valószínűleg nem lesz ránk nyitott, valószínűleg kudarcot vallunk, valószínűleg elutasítanak, nem fogunk tudni úgy odalépni, mint mondjuk egy higgadtabb, kiegyensúlyozottabb, vagy kevésbé veszélyes helyzetben. Ugye ez azért nagyon fontos ezt kiemelni, mert hogy ha valamitől nagyon tartunk, kifejezetten, hogyha egy kudarcra számítunk, az a legtöbb esetben blokkolhat minket. Gondoljatok csak arra, hogy ha rettegtek, hogy egy vizsgán megbuktok, akkor érezhetitek a leggyakrabban, hogy még azt sem tudjátok jól elmondani, amit egyébként tudtok. Ez azért jó példa szerintem, mert nagyon jól mutatja, hogy a bennetek rejlő lehetőségeknek jelentős részét nem tudjátok megmutatni egy olyan embernek, akivel kapcsolatban azt feltételezitek, hogy ő majd elutasít titeket. És a randi helyzetnél ez egy teljesen természetes dolog, hiszen ott van a direkt visszajelzésnek a lehetősége, tehát hogy valamit így oda terítek a lelkemből, megmutatok valamit a gondolataimból, vagy egyáltalán csak megmutatom magam, és a másik ilyen értelemben reagálhat rám, tehát azt mondhatja, hogy nem tetszel, vagy nem vagy izgalmas számomra, vagy nem szeretnék veled többet találkozni. És mivel annyira ott lebeg a fejünk felett, hogy a másik majd valamilyen ítéletet mond, tehát el fogja dönteni, hogy ez az egész, amit itt produkálunk, ez elég jó, vagy sajnos nem elég jó, ezért nagyon megemelkedik a szorongás bennünk. És ugye ilyenkor tehát előállhat ez a helyzet, hogy nem vagyunk természetesek, nem úgy nézünk ki, ahogy ki szoktunk nézni, nem arról beszélünk, amiről szeretünk beszélni, és nem úgy kommunikálunk, ahogy szoktunk kommunikálni. Tehát nem tudjuk hozni azt a lazaságot, esetleg a humort, vagy éppen a tudásunkat, vagy a tájékozottságunkat nem tudjuk megmutatni egy adott helyzetben. És pontosan ebből fakadóan az, hogy a másik esetleg elutasít, az nem arra vonatkozik, amilyenek vagyunk, hanem arra vonatkozik, ahogy beszorultunk ebbe a helyzetbe. Tehát ki se derülhet a másik ember számára, hogy mennyi értéket tudnánk fölmutatni egy nyugodt helyzetben, hiszen nem jutottunk el odáig. Ezért is van, hogy az ezzel kapcsolatos könyvemben részletesen írok erről, hogy nagyon sokszor az első randinak az a célja, hogy legyen második randi, hiszen
egy második, harmadik, esetleg ötödik randin, mert lehet, hogy oldódik ez a feszültség, mert már megvan benned az az érzés, hogy azért átestem az első fázison, vagy hát jól végeztem az első próbát, most már tudhatom, hogy azért ránézésre talán kellek, talán nem beszéltem annyi butaságot, tehát hogy kíváncsi rám a másik, és emiatt talán a következő alkalomra már egy nagyobb nyugalommal, nagyobb magabiztossággal megyek, egy kicsit többet mutatok meg. Tehát minél több ilyen találkozás van, annál nagyobb esély van arra, hogy a két ember egymásból azt a részt látja meg, amilyen általában szokott lenni. Egyébként ez nem csak randi helyzetben igaz, ez akkor is, ha valaki bemegy egy új munkahelyre, vagy ha valakit bemutatnak egy rokonságnak, egy új környékre költözik, és ott bemutatkozik. Az elején próbálja a legjobb arcát mutatni, de nyilván ettől egy ilyen feszesség jellemzi az embereket. Tehát ugye az elején, ha találkozik két ember, akkor van egy feszesség, egy megfelelés kényszer adott esetben, egy pózolás, hogy jobban tetszünk a másik embernek, és emiatt ebből nem lehet kiindulni. Úgyhogy akik így írtatok, én azt éreztem, hogy leginkább az okozza a problémát, hogy nagyon mások akartok lenni egy ilyen helyzetben, mint amilyenek általában vagytok, és ugye ez két szempontból nagyon problémás. Az egyik az, hogy nagyon művi lesz az a más dolog, tehát hogy ezek ilyen összeszedegetett mintákból tudnak kialakulni, hogy miről beszéljek trendin, hogyan nézzek ki trendin, hogyan legyek olyan, ami az ő kedvére való, de a legfőbb probléma vele, hogy ugye nem tudhatod, hogy mi a másik kedvére való. Tehát, hogy az egészből lesz egy ilyen nagyon erőlködős valami. És ugye egy személyeset is visszajelezzek, mert volt egy fiatal ember, aki írt az ismerkedéssel kapcsolatos szorongásairól, és aztán utána már megszólítás nélkül írogatta azt, hogy de hát sürgős a válasz neki. Ugye, ahogy sokszor jeleztem, én nem levelezek, tehát vannak különböző csatornák, ahova lehet egy-egy kérdést elküldeni, de nem levelezést vállalok, és ennek a fiatalembernek viszont tudok annyiban segíteni, hogy ez a levelezési stílus önmagában mutathat abból valamit, hogy ő miért éli azt meg, hogy még ha találkozik újra és újra lányokkal, akkor is egy idő után elfordulnak tőle, mert ebből keletkezett egy olyan érzésem, hogy ő erőszakos, és hogyha neki valami fontos, akkor utána már nem feltétlen tisztelettel követeli azt, amit szeretne. És nyilván nem ismerem az illetőt, tehát nem akarok minősíteni, vagy úgy véleményt mondani. Ez egy érzés, ami bennem volt, hogy azt gondolom, hogy ha szeretnénk valamit elérni, főleg akkor, hogyha arra nem formálhatunk jogot, hanem csak kérni szeretnénk, akkor ez nagyon sokat megmutat valakiből. Tehát, hogyha az illető azt mondta volna, hogy kérem, doktorné, ez nekem nagyon fontos, megteszi, hogy valamilyen csatornán válaszol, vagy várhatok-e egy videóra, akkor elképzelhető, hogy én vagy az asszisztensem ír neki egy választ, hogy igen, nem sokára készül egy videó erről a témáról, de hogy ezt ilyen követelőző módon igényelni, ez szerintem elgondolkodtató lehet, úgyhogy neked így üzenem, aki többször sürgettél, hogy talán ezen a vonalon érdemes elindulni, hogy lehet, hogyha már úgy érzed, hogy valamit nagyon szeretnél, elképzelhető, hogy van egy ilyen követelőzés abban, ahogy ezt igényled a másiktól, és ez lehet, hogy magyarázat arra, hogy mondjuk miért menekülnek el egy-egy ilyen kezdődő kapcsolatból a partnereid, mert hogy nem akarnak egy olyan életet élni, ahol elkezdik őket folytogatni, vagy passzírozni belőlük valamit. Na, valahogy így érdemes ezeken gondolkodni, tehát, hogy arra nézzetek rá, hogy vajon milyen érzéseket kelthettek a másik emberben. Ha nagyon szorongtok, ha nagyon meg akartok felelni, akkor valószínűleg ő is ugyanezt fogja érezni a társaságotokban. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Sziasztok!